köszöntök mindenkit ezen a csodálatos vasárnap délelőttön és délután fogunk belefolyamodni. Nagyon hálás az én szívem ezért a csodálatos délutánért, hogy újonnan született emberek fognak lenni. Tudjátok, én nagyon-nagyon készülök minden évben, hogy erre a napra, úgy a szívemben úgy olyan öröm van, hogy előtt egy új év, előtt egy új alkalom, hogy megint újonnan születhetnek emberek. És nekem ezért olyan hálás az én szívem, hogy lássuk, hogy a munkánknak, amit dolgozunk az Úr Jézus Krisztusban, van gyümölcse. És nagyon-nagyon fontosnak találjuk ezt, hogy igen, gyümölcse van a munkánknak, gyümölcse van, hogy dicsérjük és magasztaljuk az élő Isten, és külön nagy szeretettel köszöntök ezen a délelőttön Kőszegi Dánielt, a missziónak az alapítóját, és kedves családját, kedves feleségét, és a kedves családját, beleérkezett lányát, és a családját nagyon nagy szeretettel köszöntjük, és külön nagy szeretettel köszöntjük a túricsei, akik itt dolgoznak a hivatalban, képviselőket, és mindazok, akik előttek ide, hogy egy szívvel egy lélekkel dicsérjük és magasztaljuk az élő Isten. Külön nagy szeretettel köszöntöm a Kisparádi gyülekezet lelkipásztorát, Danó Bálintot, és mindazokat, akik eljöttetek, hogy egy szívvel egy lélekkel dicsérjük és magasztaljuk az élő Isten. Ezen a mai délelőttön délután. Dicsérjük és magasztaljuk az Urat, mert egyedül az Úr méltó a dicséretre, a hódolatra, a tisztességre és az imádatra. Most pedig hajtsuk meg fejünket, imádkozunk. Édesatyám, hálás a mi szívünk, Úr Jézus, ezért a mai délutánért. Köszönjük, Uram, hogy eljött egy új esztendő, Uram, hogy újonnan születhetnek, Uram, Te benned. Köszönöm, Uram, hogy a régiek elmúlhatnak, és imé újjá lesz minden. Köszönöm, Uram, azokat a testvéreket, Uram, akik ezen a mai délelőttön, délután újonnan születnek. Kérlek, Uram, hogy áld meg, Uram, őket. És kérlek, Uram, azokért a testvérekért, akik most ide eljöttek, Uram, hogy őket is áld meg, Atyám, mindjárunkat, egyen-egyenként, Úr Jézus, a Te nevednek a dicsőséged. És köszönöm, Uram, hogy áldottá teszed ezt az alkalmat, Atyám, a Te dicsőséged, Uram, hisz a Te nevedet emeljük fel. Áldott legyen a Te neved, most és mindörökké. Amen.
Thank you.
Bizonyságot fog tenni Jézus Krisztusról, mielőtt a hullámsírba bemennek, akkor nyilván nem csak mi fogjuk őket hallani, hanem a szellemvilág is fogja hallani az ő bizonyságtételét. Ez nagyon fontos dolog, hiszen a sátánnak is tudni kell, hogy az adott ember az kihez tartozik. Van-e még közel hozzá, vagy nincs már közel hozzá? Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Kedves testvéreim, az Isten tiszteltünk igéjéről vegyük elő a Márk evangéliumában megírt igerészt a 10. vers 46-os versétől, 10. rész 46-os versétől kezdődően, tehát Márk
10:46-tól kezdődően olvasom az igét. És Jerikóba érkeztek, és mikor ő és az ő tanítványai és nagy sokaság Jerikóból kimentek, a Timeus fia, a Bartimeus ott ült az úton kódulva. És amikor meghallotta, hogy ez a názáreti Jézus, kezdett kiáltani, mondván: Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajta! És sokan fették őt, hogy hallgasson. De annál jobban kiáltott, mondta: Dávidnak fia, könyörülj rajta! Akkor Jézus megállva mondta, hogy hívják elő. És előhívják valahol, mondván neki: bizár, kelj föl téged! Az pedig felsőruháját ledobva felkelt, és Jézushoz ment. És felelve Jézus mondta neki: mit akarsz, hogy cselekedjen vele? A vak pedig mondta neki: Mester, hogy lássa. Jézus pedig mondta neki: eredj el, a te hited megtartott téged, és azonnal megjött a szemevilága, és követte Jézus az úton. Eddig az ige, foglalja helyet a gyülekezet. Talán úgy tűnik, hogy nem elítés ige, ez pedig nagyon is az. Itt olvastunk egy Jézussal való találkozásról Jerikó városában, és ez a találkozás, én úgy gondolom, hogy a négy testvérem, akik most itt jönnek Fehérvárra, az ő életünkben is meg kellett, hogy történjen, különben nincs értelme, hogy itt ülnek. Hát minden valószínűség szerint, én nem ismerem a ti konkrét történeteket, de bizonyára az ő életünkben is megtörtént, hogy találkoztunk Jézussal. És mielőtt előre egyáltalán beszélnénk, egy kicsit nézzük meg, hogy hol is járt Jézus Jerikóban. Mi volt ez a Jerikó? Milyen történelme van ennek a Jerikónak? Tessék visszaemlékezni még a kánaáni honfoglalása a zsidó nép életében, hogy milyen nagyon jelentős dolog történt Jerikóval annak idején. Hát először is, ugye Izrael, Isten kiválasztott népe, mai napig is egyébként, az Ószövetségben kifejezetten csak ők képviselték az Isten drága letéteményét az emberek között. Nagyon fontos, amit most mondtam. Szövetség alapján. Isten szövetséget köt Ábrahámmal, és ez a szövetség vonul végig a gyermekein, az unokáin és tovább, sok-sok nemzedéken keresztül, és birtokolja Izrael az Istennel való csodálatos szövetségnek a drága ódiumát. Miért mondom ezt így, az ódiumát? Mert ez egy nagy öröm. De nagy teher is. Mert felelősséget adott. Mert kötelezettséget adott. Mert nem csak kötelezettséget, biztos értelme, kötöttséget is adott. Az Úr azt mondta, hogy ha engedelmes lesz, amit meg így áldalak meg. Egyszer még ifjú koromban Balatonon órákon keresztül hallottuk egy csodálatos ilyen ifjúsági biblia oktatást erről, pont erről a témáról, hogy mennyi ígérete volt az Istennek, hogy ha megtartod, akkor így és így megáldanak. És utána azt is elmondta, hogy ha viszont nem tartod meg, akkor meg ilyen és ilyen, meg ilyen bajok fognak jönni rád. És amikor sokszor látjuk az Izrael népének a történelmét, aki foglalkozik vele és figyeli, és látja azt a sok-sok bánatot, nyűgöt, bajt. Nem is akarok többet mondani erről, mert nem is az a mai témám, de miért engedtem el is? Hát én figyelt oda! Hát egyáltalán nem létezik, hát ő nem szólt, hát miért nem akadályozta meg? Hát elmondta a Jézus, hogy a vele való közösség áldás, annak, aki vele szövetséget kötött, és most ez látok nagyon-nagyon vonatkozik, de mindannyiunkra egyébként, akik itt ülünk. De egy kötelezettség is. Én az Úré vagyok, akkor ne részt életem az Urat követem. Ha nem vagyok az Úré, akkor az Őtököt fogom követni. Ez az elhatározás lehet, amit most ki van fogtok tenni a vízkeresztség által, mert ez csak egy szimbolikus magatartás. Hogy bemegyek a vízbe, alá fogok merítkezni, és ugye azt mondom, hogy meghaltam a régi életemnek, ott a vízbe ott hagytam a régi életet, ami még a Krisztus nélküli volt, és amikor kijövök a vízből, föltámadok egy új életre, a Krisztussal való új életre, amire ő engem a Szentlélek által újjászült. Ez az a kötelezettség. Az áldás és a kötelezettség együtt. Szóval nézzük meg Jerikót. A nagyváros, hát akkor az nagynak számított, már nem annyira nagy, mert most már van jó, sok-sok-sok,
más város a világban, ahol sokkal több ember él, de akkor az egy jelentős város volt. Emlékeztetek. Izrael jött Józsué vezetésével, és magának laktak. És azt mondta az úr, hogy foglaljátok-e Jerikót? Hát hogy uram, hát itt a hatalmas körbe vett város van, hát mi nem tudunk kostromolni, hát nem is értünk hozzá, katonaival se sem. Mit mond az úr? Hát járjátok körbe, trumbitálnak a papok. És mely egyik nap is körbe jártál, a másik nap is körbe a trumbitáltak, és két napon kezdve, és a hetedik napon hétszer kellett körbe járni. Jó, korán kellett fölkelni, biztos hozzá, hogy ez hétszer sikerül egy nagy város körbe járni. És hogy olvassuk, mi történik a végén? Leomlanak a kőfalak. Az Isten egy nagy földrengést csinál, megrázza a várost, a földrengés által, és leomlanak a kőfalak, és ez lehet csak, hogy besétált. Csak, hogy besétált. Elfoglalta Jerikót. Igen, ám, de egy picit egy kis érdekes részlet volt még ott, hogy mikor a kémek korábban ott járnak, még a történtek előtt, akkor van egy Ráhám nevű vadásznanő, akinek az volt a főfoglalkozása, főállásban, hogy férfiakat fogadott. Oda mennek a kémek, és ez a vadásznanő hitet kap. Tudjátok, mit mondott a kémeknek? Én tudom, hogy az Isten nektek fogja adni ezt a várost. És hogy én segítek nektek, és emlékezzetek meg rólam, meg az én családomról. Ez a paráznanő túllát a hétköznapi élet logikáján, a hétköznapi embernek a logikáján, és meg is ígérik a kémek, és kiteszi a piros szalagot, tetszik emlékezni a történetre. És amikor jönnek be a zsírok, miután leomlott a kőfal, na ahhoz a házhoz nem volt szabad érni a katonáknak, ahol a piros szalag volt, ki volt jelentve mindenütt, Józsué jelentette, hogy azt ne bántsátok. Mert azoknak megígértük, hogy ő rád vigyázzon. A paráznából Isten népéhez tartozó lett. Miért? Mert hitt. Mert tudta, hogy az Isten velük van, és az Úr könyörült rajta. Azért. No, eljutottunk oda, hogy Izrael birtokba vette Jerikót. És tényleg múlnak az éjjel, évtizedek, sőt, évszázadok. És Jerikó olyan átlagos város lesz, egy déli városról van szó, közel a sivatagnak a szélén. És amikor az Úr Jézus megkísérte az ördög, hogy azt is tudjuk, hogy a Jerikó melletti nagy hegyen viszi föl, mint a néz körül, néz meg ugye az egész világot, én mind neked adom a lemorulva, imádsz engem, tetszik ismerni, ugye a mindenket, stb. Hát sok minden fűződik Jerikóhoz, többek között az is, hogy amikor ott sétál az Úr, akkor egy Máté nevű vámszedő is elbújt a falu ujjai mögé. És amikor elbújt, és ott jön az Úr, akkor úgy ránéz az Úrra, fölnéz a falomba közé, és odaint, és úgy int a kezébe, hogy gyere csak le, Zákeus, ma nekem veled kell vacsorázni. Érdekes város ez a Jerikó. Amikor megjelenik az Úr, mindig történik ott valami. Ezt akkor úgy vegyük észre. És ez a most felolvasott történetünk szintén egy Jerikóban történt esemény. Timeus, zsidó ember, úgy él, mint általában a zsidók szoktak, hát Isten népéhez tartozik. Bírja az örökséget, bírja Isten ígéreteit, az Úr népéhez tartozik, de az ő fia már, Bartimeus, vakon született. Engedjétek meg, hogy kicsit párhuzamot húzzak a cigányság sorsa, meg Jerikó sorsa között. Mert én itt voltam 40, jó 40 évvel ezelőtt, a 70-es évek elején még jó apámmal, éppen Turicsébe is sokszor, meg Csaholcon is sokszor, 10 éves gyerekként, akkor láttam, hogy hogyan járjuk körbe a város vajon. Szellemi értelemben. Nem volt ott fegyver, és nem kell másra gondolni. Szellemi értelemben. Mit láttunk? Hogy a cigányok nagy bűnbe élnek. Hogy ezek között a cigányok között nincsen itt az Isten. Hogy semmi közük az Úrhoz nincsen, igaz? És jártunk hittel, meg imádkoztunk, minden ilyen elindulás előtt imádkoztunk, úgy, mint az Izrael nép, hogy fújtuk a trombitát a kőfön. És egyszer leomlott Jerikó kőfala. Szépen, fokozatosan, de leomlott. Csodája volt ez az Istennek. Gizellama már emlékeztek, ahogy ugye megtért, ahogy otthagyta a kuruzslást,
hogy meggyógyított az Úr az epilepsziából, nekem ez egy óriási nagy személyes átérésem, mert ott voltam, láttam a történéseket. És sorolhatnám tovább, hogy hány és hány ember megtért, és az Úrhoz eljött, és az Úrhoz jött. Igen ám, csak ahogy múlnak az évek, a Timeus fia, a Bartimeus, amit olvasunk az igében, ő már vakon születik. Vajon miért? Talán nem figyel rá az Isten, vagy nem bírja ugyanúgy az örökséget? Nincs ez az áldás, meg nincs ez a szövetség, már az Úr meggondolta magát, és most már a szövetséget elfelejtette? Biztos, hogy nem erről van szó. Biztos, hogy nem erről van szó. Megengedi az Isten a próbát, de lehet, hogy azért is engedi meg, mert nem is vagyunk olyan hűségesek. Már elengedtünk dolgokat abból a feszes isteni követésből, amit annak idején megtanultunk, amikor leomlottak a Jerikónak a kőfalai. Telnek az évek, és már annyira nagyon nem vesszük komolyan az Istennek az útját. Csak azt vesszük észre, hogy aki született, az vak. Hozzá kell tennem, hogy ezt most szellemileg hadd értse a gyülekezet. Tehát nem fizikai vakságról beszélek, szellemi vakságról beszélek. Mit jelentett abba az időben különösen? Ma is tudjuk, mit jelent vaknak lenni, mert Kálmán testvérünk, én úgy láttam az előbb, itt is van, itt ül meg a sorok között. És ő még abból az időből való, mikor először fújtak itt trombitát, meg az ő szülei is. Mit jelent vaknak lenni? A vak nem látja az Isten kékegét. Nem látja a színes madarakat. Nem látja a csodálatos, színes, sokszínű virágerdőt, ami tavasszal itt kinyílik. Nem tud munkát vállalni, normálisan dolgozni. Ebből adódóan nem tud megnősülni, mert nem tudja eltartani a családot. De? Tehát egy rettenetesen visszafogott, nagyon korlátozott életet tud élni. Miért? Mert vak. Nem így van ez a szellemi vaksággal, testvéreim? Az az ember, aki belemászott a bűnbe valamilyen módon, akár az italba, akár a paráznaságba, akár a lopásba, és sorolhatnám végig sorra-sorra a bűnöket, ugye? Tisztátalan anyagi magatartásban, szellemi értelemben vakká válik, és bizony nem látja az Istent. Az Istennek a szép dolgait, amit láthatott volna, mert az örökség ott van. Hát Turicsén is ott van. Hát 40 éve itt van az örökség. És hány ember lehet itt a sorok között? Úgy írja az ige, Bartimeus a Timeus fia. Hát aki a második generáció. Aki még Jerikóból valaki, ahol még a szülők nagyon jól emlékeznek, hogy mit jelent a trombita harsogása, mit jelent, amikor az Isten leomlasztja azokat a kőfalakat, amelyek éppenséggel tőle választottak el bennünket. Azok a kőfalakat, amelyek ember és ember közé a sátán képes felállítani, és egy életen keresztül nem szólsz a másik emberhez, úgy tudsz rá haragudni. Hozzá se szólsz. Nem kőfalak ezek, kérdezem? Nagyon kemény, durva kőfalak. Ez a sátán szándéka. Hogy álljon Jerikóba a kőfal! Hogy tudjál haragudni, mert az azt mondta meg így, meg úgy viselkedett veled szemben, és különben is neked van igazad. És egy életen keresztül képes vagy haragudni. Na de hiszen pontosan ezért jön a Szentlélek a gyülekezetbe. Ezért jön a cigánysághoz, hogy ezeket a kőfalakat leomlassza, összetörje. És rádöbbenj arra, hogyha te azt akarod, hogy az Úr veled legyen, és egy más perspektívát lássál, szellemileg láss, akkor ez, meg kell élned a kőfalak leomlását. Ott tartottunk tehát, hogy Bartimeus, a Timeus fia, vak. Pedig övé az örökség. Övé az ígéret. Hát ő zsidó ember. Hát vele az Isten és az ő atyáival szövetséget kötött. Hát miért kell vakon élnie? Jó ez a helyzet? Hát semmiképpen nem. És az Úr időnként eljön Jerikó. Időnként. Így fogalmaz valahol az ige, hogy a te meglátogatásodnak az idején.
Ugye hallottátok már ezt az igei kifejezést. Amikor meglátogat az Isten. Milyen nagy dolog az, hogyha meglátogat. Ha eljön hozzám. Éppen arra jár. Úgy mellesleg. És ha arra jár, az az ember, aki bármilyen módon is fogékony az Isten dolgai felé, az nem tud nyugton maradni. Lehetetlen. Esik elképzelni, most egy picike kis kitérő, hát amikor a Krisztus születését bejelentik, ugye az angyalok a pásztoroknak. Mit mondanak a pásztorok? Hát fiú, aludjunk egy nagyot, azt majd ha unap valaki bemegy, azt megnéz, hogy úgy volt-e vagy nem. Így mondták? Hát úgy be voltak sózva, hogy semmivel nem lehetett volna őket visszatartani, meg kell nézni. Hát azt a kijelentést, amit kaptunk, hát azt nem lehet csak úgy elengedni a fölünk mellett. Miért? Mert meglátogatott az Isten a magasságból, így mondják az angyalok, ugye? Egy profécián keresztül, pontosan a Krisztus születésre nézve, hogy az Isten meglátogatott bennünket a magasságból. Ugyanez a meglátogatást láthatjuk Jerikó esetében. Arra jár az Úr. És amikor arra jár, akkor meglátja a lombok közt Zákeust. Szállj le, te csaló, te harácsoló. De tisztességtelen ember, aki mindig becsaptad a saját fajtádat is, mindenkit. Mert ma este veled kell vacsorázni. És ha jól emlékszünk a történetre, akkor az Úr Jézus nem predikál neki, csak bement a házba. És nem szól semmit az Úr. Ki kezd el beszélni? Zákeus. Mit mond? Uram, amit eddig elvettem. Pedig nem mondta neki az Úr, hogy te elvetted? Nem ott, hogy csaló vagy, nem ott, hogy egy tisztességtelen semmire kellő vagy, csak eljött hozzá. És a jelenléte. Az, hogy az Isten oda megy az ő házába. Na ez a jelenlét az, ami, uram, amit elvette. Az olyan, mint tudjátok, mikor sötét van egy szobában, és egyszer felgyújtják a villany, akkor látod, hogy mennyi piszok van. Ó, ezt nem gondolom. Ennyi piszok. Pedig nem mondta senki, csak kigyulladt a fény. Na hát, amikor meglátogatja az Úr az ő népét, az ilyen, mikor kigyullad a fény. Amikor arra jön a Krisztus. No hát, így járt Zákeus. És a mostani esetünkben pedig így járt Bartimeus. De ő csak azt hallja, hogy arra jár az Úr, a Mester, aki olyan sokakat meggyógyított, hogy ő a Dávidnak a fia. Amikor ezt meghallja, elkezd kiabálni, nem suttogni, kiabálni. Miért? Mert neki ez nagyon fontos. Neki az utolsó esély. És azt is szeretném hangsúlyozni, hogy ugye annak van szüksége az orvosra, aki beteg. Tehát a többieknek nem volt, akik ott sétáltak az Úrral, ilyen nagy szüksége Krisztusra. Miért? Mert azok nem voltak betegek, nem volt ilyen nagy gondjuk. De Bartimeusnak nagyon is nagy problémája volt. Kiabál, Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajta! Oda mennek hozzá az emberek, meg a tanítványkos, hogy te csendesebben, hát most nem ér rá. Hát másokkal foglalkozik, éppen itt megy el, meg másokkal beszélget, halkabban. És amikor ezt hallja Bartimeus, annál jobban kezd le kiabálni. Miért? Mert megijed. Hogy hát ha nem ér rá, nem foglalkozik vele, túlmegy rajta, akkor ő egész életében a sötétben marad. Egész életébe a bűnbe marad. Hadd fordítsam le a mi életünkre, jó? Egész életébe, ha nem könyörül rajta a Krisztus. És a kiabálást végül meghallja az Úr, azt mondja, hogy hozzátok ide hozzám. És akkor oda mennek, hogy a tanítványok mondják, hogy bízzál, mert hív. Igen. És mit csinál Bartimeus, mikor oda megy az Úrhoz, azt olvassuk, hogy leveszi a felső ruháját. Hát ott Izraelben melegebb van, mint nálunk, tehát egy szál, nevezzük úgy, hogy póló volt rajta, valami inkféleség, gondolom én, meg egy kis alsó nadrág. És abban az időben a legnagyobb tiszteletadás az volt, hogyha valaki levette a másik előtt ezt a felső ruhát, egy férfi ember természetesen, levette a férfi ruhát a másik előtt, ez volt a legnagyobb tiszteletadás. Egy picikét azért lenne itt érdemes megállni, mert azt kell látnunk, hogy a Bartimeus gyógyulása tulajdonképpen egy picikét korábban kezdődött, mielőtt Jézus oda sem ment, már akkor elkezdődött. Miért?
Azért, mert Bartimeus rádöbben arra, hogy ő milyen beteg, milyen rossz neki vaknak lenni, milyen sok mindentől elmarad az életben azért, mert ő vak, hogy ez sem teheti, az sem teheti, nem tud dolgozni, nem tud megrősülni, nem lesznek gyerekei, és sorolhatnám a végtelenségig tovább, mennyi mindenből kimarad, mert vak. Tehát... A betegségnek, annak, hogy mi az ő állapota, ennek a tudata, ez ott van már régóta a szívébe, és őt nyomasztja. És ez őt egyre inkább belülről lelkileg megfőzi. Ez az állapot, hadd használjam ezt a kifejezést. Megfőzi. És az ő énje, az ő emberi énje, fogalmazzunk a mi gondolkodásunk szerint, az ő büszkesége, az ő emberi büszkesége már megfőtt, mire Jézus odaér. Rettenetesen fontos, amit most mondok, mert ha nem főtt meg, akkor az Úr elmegy, és nem történik semmi. Tessék visszaemlékezni egy másik történetre, egy picikét, egy másik igét hadkozzak, a kananaita asszony. Ugye? Oda megy az Úrhoz, és azt mondja, hogy Uram, az én lányom az ördögtől gonoszul gyötrettetik. Mit mond erre az Úr Jézus? Neki kananaita. Ez olyan pontosan körülbelül ugyanaz, mintha cigány lenne, és akkor egy magyar emberhez oda mész, kész tőle valamit, és akkor azt válaszolja, hogy nem jó a fiak kenyerét az ebeknek venni. Mit szólnál, drága cigány testvérem, ha egy ilyet mondaná neked valaki? Hát jó esetben nem adnál neki egy pofont mondjuk, de semmiképpen ugye nem vennéd jó néven. És az Úr Jézus pedig ezt mondta ennek az asszonynak, hogy nem jó a fiak kenyerejét az ebeknek vetni, mert hogy nem izraelita volt, ugye? És a szövetség az izraelé volt, tehát az Istennek a kegyelme az izraellel van, tehát te nem vagy izraelita, neked nem jár a gyógyítás. És az asszony hogy válaszol? Megsértődik és elmegy? Hogy micsoda magatartás ez, micsoda diszkrimináció, hogy már a manapság szokták mondani. Díszes kifejezéssel, hát hogy? Én nem ezt mondja, nem azt mondja, úgy van, Uram, igazadban. De az ebek is esznek a morzsalékból, ami az Uruknak az asztaláról beesik. Miért tudott ilyet mondani? Miért nem megsértődött? Azért, mert már meg volt főve az énje. Teljes mértékig megfőtt az énje, mert ő már nem tudott senkihez menni. Tehát olyan nagy volt a baj, hogy az már senkire tud senkelni, csak az Isten maga. És amikor az Istenhez fordul, akkor nem feltételekkel jövök, hanem úgy jövök, hogy Bartimeus is jött, hogy leveszem a felső ruhámat, mert teljes megalázkodásnak a kifejezése. Uram, itt vagyok. Nem tudok többet hozni, csak ezt a vak szememet. Nem tudok többet hozni elé, csak a vak meg a bűnös. A semmire kellő életemet tudom hozni. Más nem. Mit mond az asszonynak Jézus? Asszony, nagy a te hited, legyen néked a te hited szerint. Nem küldj el azt a pogányt se. Azt a pogányt is meggyógyítja, miért? Mert megtört szívvel jött elé. Ha ismerjük jól a Bibliát, akkor tudjuk, hány helyen van a megtört szívről, igen. Zsoltár is mondja, hogy Uram, a megtört szívet te nem veted meg. Más helyeken az van, hogy alázatos és megtölt szívvel lehet Isten eljönni. Másképp nem. Különben felesleges is jönnek hozzá. Tehát amikor visszajövünk ide Túricsére történetünkben, azt mondjuk, hogy Túricse olyan, mint Jerikó, azt mondjuk, hogy 40 évvel ezelőtt milyen nagy csodákat tett itt az Úr, de ma már a második generációjú nagy részt itt a terembe, sokan, vagy a harmadik, Gavit is a testvérem, hogy a már a harmadik lassan. Vajon ez a generáció a Timeus fia? Bartimeus? Vajon nem szedett össze megint vakságot? Vajon nem szedett megint össze valami kórta a világból? Mert hogy ugye, hogy látja ma a hitetlen ember, mondjuk egy keresztény gyülekezetnek a helyzetét? Szegény.
Hát ezek semmit nem csinálnak, nem ihat, nem paráználkodtak, nem lopnak. Hát miféle élet az olyan, amit azok élnek? Ugye? Így látja egy hitetlen ember a hívő keresztény gyülekezeteknek az életét. És hogy látja ezt az Isten? Aki nem ide tartozik, annak nincs örök élete. Tehát aki nem az Úrhoz tartozik, így értem ezt, nincs örök élete. És aki a világban van és a világhoz tartozik, az olyan, pontosan olyan, mint a vak Bartimeus. Vak. Pontosan azokat a dolgokat nem látja, amik a legszebbek a teremtett világban, az Isten dolgai. És nem tud hozzá olyan értékeket tenni, ami az Istennek az értékei. Hiszen nem csak, hogy magát nem tudta ellátni normálisan ez a vak ember, nem csak, hogy családot nem tudott alapítani, de más embertársaim sem tudott segíteni. Hát tudod? Hát vakon hogy segítsen? Hogy legyen a másik embertársának a gyámola, a segítő? Hát valahogy szellemi értelemben ugyanezt történik, hogyha valakit az Isten behoz az ő háztartásába, ha meggyógyít, ha vakból szellemi értelemben látóvá tesz, akkor nem csak én jövök rendbe, nem csak én leszek látó, nem csak engem gazdagít meg a színes világtól a madarakig, az egész teremtett világig, meg a kék égig szellemi értelemben, mennyi mindent látok, mennyi mindent másként látok, mint hogyha nem az Istené lennék. Mert túllátok a koporsón, látom az örökké valóságot, az akkora kincs testvérek, amit nem is tudtok elképzelni. Pici kitérőt hadd tegyek. Nem régen, néhány nappal ezelőtt Pesten voltam egy temetésen. Kedves barátaim, konkurenciánk egyébként az egyik, a legnagyobb cégemnek a konkurenciája, de jó baráti kapcsolat van, szinte napunkig. Az apuka halt. Aki egyébként nagyon jó ember. Mert fölcsorolták a temetésen, hogy ilyen jó dolgokat csinált, olyan jó dolgokat, valóban. És akkor ment a slideshow, ugye, a képek a róla, a papáról, hogy milyen szép dolgokat, csak milyen szép nagy céget épített, mennyi ember, milyen hatalmas dolgokat vitt véghez. És erről szólt a temetés, polgári temetés, és csak a koporsóig tudtunk beszélni, és akik beszéltek róla, vagy verset hoztak, vagy valamiféle megemlékezést, akkor hát az apuka majd visszaköszön a napsugárban, ami a hópelyhekből visszacsillog. De ez döbbenetes. Mert mit mondhat egy olyan ember, aki nem lát túl a koporson? Hát nem mondhat többet. Kérdezem én, hogy ki a vak? A hitetlen ember a vak, vagy a hívő ember a vak? És én annyira rosszul éreztem magam. Mind a mellett, hogy jó barátaink, és egyébként emberileg szeretem őket, szeretném hangsúlyozni többszörösen. De attól éreztem rosszul magam, hogy csak eddig látom, hogy semmi nincs tovább. És itt a vége mindennek. És hogy mekkora kegyelem. Hát mennyivel látok én tovább, hogy a koporsón túlra is nézhetek. Sőt, nem csak, hogy a koporsón túlra, hanem hiszem azt is remélem, hogy az Úr még meg is jutalmaz a mennyországba. Hiszem, hogy sokkal szebb lesz a világot, mint itt. A világok is szebbek lesznek. Mert a mennyország az igaz, ugyanúgy azt mondja az ige, hogy arany utcák lesznek, de nem csak fényből fog állni, biztos vagyok. Mert akkor primitívebb lenne, mint a Föld. Hát azért azt nem. Tetszik értem? Hát ki lát akkor többet? Nem az lát többet, akit a Krisztus meggyógyított? Nem az, aki találkozott már az Úrral, és képes volt levetni ezt a fölső ruhát, ami azt jelenti, hogy megalázkodott, hogy összekörte a szívét? És kimondta őszinte szívvel, hogy Uram, szükségem van arra, hogy meggyógyíts. Mert én nem látok itten. Nem tudok alkotni. Sőt, az embertársaimon sem tudok segíteni, mert a vak nem tud. De ha már meggyógyított engem az Úr, akkor nem csak nekem adott áldást, nem csak a családomnak adott áldást, nem csak a mindennapi kenyeremet adja meg bőséggel, hanem túllátok ezen, és megtalálom azt az utat, ahova az Isten vezet, hogy milyen embertársaimnak, éppen a cigányoknak mondjuk, hogyan tudok segíteni,
hogy ők szintén megtalálják az Urat, és szintén eljönnek arra a Jerikói útra, és kiáltsanak, hogy Dávidnak fia könyörülj rajta. Legyen kegyelmes az Úr hozzátok, hogyha van itt bárki, aki még nem tudta ezt kimondani. Készüljetek, mert amikor a bemerítés után ez egy felhívás. Meg lehet térni az Úrhoz. El kell döntened, hogy melyik ember lát jobban, a hitetlen, vagy a hívő ember lát. A hitetlen a koporsóig lát. Eddig sok mindent csinálhat, nem vitatom. A hívőnek vannak bizonyos kötöttségei, de úgy érzem, hogy ez a kötöttség, ez egy hatalmas egyéb szabadság nekünk, akik hiszünk az Úrban. Pál apostol úgy fogalmazza meg, hogy akik szabadságra elhivattatok, álljatok meg a szabadságban, tehát a Krisztusi életet, a megnyilatkozott életet nevezi szabadságnak, ellentétben a hitetlen emberrel, aki azt mondja, a világ életre hoz szabadság, Pál meg azt mondja, hogy a szabadságban, melyre elhivatatok, álljatok meg, és ne kötelezzétek le magatokat ismét a szolgaság igájával, mert hogy a hitetlen életet, a világ életet nevezi Pál apostol szolgaság igáját. Micsoda különbség. Ez a fókusz, ez a nézőpont, amiről ma, ami Isten tisztetünk szólt, az az isteni nézőpont. Isten így látta Bartimeust. Bartimeus ki akart szabadulni, meg akart szabadulni, ezért kiáltott. Megérett a szíve, a lelke, hadd mondjam úgy, az énje megfőtt kellőképpen ahhoz, hogy már tudott megalázkodni, le tudta venni a felső ruhát, Krisztus elé tudta teríteni, és az Úr pedig meggyógyította. Legyen ezért áldott. Hiszem, hogy akik itt ülnek, négy testvérünk, ők is átéltek valami ehhez hasonló dolgot, amikor Jézus Krisztussal találkoztatok. Néhány gondolat csupán a bemerítkezés, a szövetségkötés az Úr Jézus Krisztussal. Ez a most perceken belül megjövő lépés sorozat azt jelenti, hogy ti elköteleztétek magatokat az Úr Jézusnak. Egy kicsit hasonlít, nem kicsit, talán nagyon is magához az eljegyzéshez. Hiszen azt mondjuk, hogy mi Krisztus jegyesei vagyunk, és hogy egyszer majd lesz egy nagy mennyegző, beszél róla az ige, ugye, amikor a Krisztus az egyházat, egyházzal egyesülni fog. Az egyház az eklézsia, az globálisan értelmezhető, mindazok, akik Krisztusban hisznek és elfogadták. És ugye az eljegyzés az úgy szokott lenni, klasszikus értelemben, és maradjunk ennél ugye, hogy az egyik fél, a férfi is húz a nőnek az ujjára egy gyűrűt, és a nő is húz a férfi ujjára egy gyűrűt. Mit jelent az? Hát én elpecsételtelek magamnak. És mit is jelent még? Hogy én most már csak téged szeretlek, más nem. És nem fogok mással foglalkozni, csak veled. És kivárom a sorunkat, amíg majd egyszer házasság lesz a kapcsolat. Ez a lépés tehát a Krisztussal való jegyességnek, szövetségkötésnek a lépése, és amit az ember tehet, mi hústest emberek, hogy bemegyünk a vízbe, alá merítkezünk, megkeresztelkedünk más szavakkal, és utána azt mondja, hogy Keresztelő János éppen ő fogalmazza ezt meg nagyon jól. Én ugyan vízzel keresztellek titeket, mondja. De aki utána jön erősebb nálamnál, akinek nem vagyok méltó, hogy csarujának szíját megoldjam, ő hogy keresztel? Szent lélekkel és tűzzel. Tehát az a másik gyűrű, amit az Úr Jézus húz a te ujjadra, azt úgy hívják, hogy a szent lélek és a tűznek a jelenléte, az élet. Milyen fontos dolog ez. Hány és hány helyen van megírva, és csak az időrövidsége miatt nem kezdek erről, mert nagyon szép téma, és nagyon szeretek róla beszélni. Mit jelent a szent lélekkel való megkeresztelkedés? Milyen fontos, hogy enélkül nem látod meg az Isten országát. Azt mondja, hogy akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Tehát ha te az övé vagy, akkor benned van a Krisztus lelke. Akkor benned van a szent lélek Isten. Ez a drága áldás az, amelyet az Úr ad az ő eljegyzéseképpen az életet. Legyen kegyelmes az Úr minden négy testvérünk köz, hogy valóság legyen,
naponkénti valóság életetek végéig. És még egy utolsó gondolat, aki az eke szarvára tette a kezét, és hátra tekint, hogy mondja az ige, nem méltó én hozzám. Nagyon fontos, hogy elindultunk egy úton, Krisztusra néztünk, életünk végéig ezt az utat kövessük. Legyen kegyelmes az Úr hozzátok és minden. Kérünk egy dicsőítést, Lajos, meg kérlek, hogy gyere dicsőítsél egyet, és utána meg pedig akkor. Nyelveken szólással, szentlélek kereséggel is megáldott.
És akkor éreztem igazán életemben először azt, hogy eddig tanították, eddig hittem. De mintha már a levegőben hasítanám azt, hogy tudom, hogy van, és valóságá vált a számomra. Hálás vagyok ezekért az időkért, mert ezeknek el kellett jönni ahhoz, hogy kimozdítson ebből a lágyenekségből az Úr. Sokszor imádkozom és álmodozom vele kapcsolatban, hogy milyen jó lesz az mennybe lenni, szeretteinket látni, milyen is lesz ez. És egyszer kaptam egy álmot tőle. Tudom, hogy azért, mert tudta, hogy erre vágyom. És azt álmodtam, hogy egy hatalmas mennyei sereget látok. Hófehér ruhások álltak, akár merre néztem, és tudtam, hogy még aztán nem is láttam odáig, azon is túl tündököltek a ruháik. És magam mellé néztem, és akkor vettem észre a férjemet és a gyerekeimet, hogy ott állnak mellettem, és mosolyognak rám. Annyira vakított ez a... hogy nem is tudtam már rájuk nézni, mert olyan boldog és örömteli volt mindenki, hogy így ébredtem fel, de azóta is sokat gondolok rá, hogy milyen is lesz majd győztesként a fehér ruhások seregében lenni, és erre törekedjünk mi is. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük a bizonságtételt. Ugye hallottuk, hogy mennyire fontos, és hogy mit látok, amit testvérünk, hogy erre törekedjünk mindjárt, igen, egy napon, ezekkel a fehér ruhás seregekkel, akik még úgy érzitek ma, hogy ne talán úgy vagytok itt, hogy nem vagytok benne biztosak, hogy ti meglátnátok ezt a fehér ruhás sereget, mint ahogy mondta Dániel testvér. Lesz ma rá lehetőség, hogy igen, te is megláthasd a manapon. Hogy te is találkozhass majd a szeretteiddel, mindazokkal, akik az Úrban aludtak el.
Hanem Jézus Krisztusban erőszakos lenni, mert csak így tud lenni, vágy a szívembe, amire szolgálatból, hogy ott legyek a mennydicsér honában, veled együtt. Az a kérdés, hogy neked milyen vágyod van az életedben. Elhangoztak az üzenetek Isten kegyelm által, és lehet akár milyen hitben, hogyha nem, és szentszellem szerint való járásokon, akkor ez egy galmássá válik az életem. Meggyengül a hit, meggyengül a szeretet, meggyengül az engedelmesség, meggyengül a hűség, nincs teljes odaadás, mert a szentszellem vezetése nincs az életedben. Hallottuk a bizonságban, nem sértődik meg Dániel, ugye gyermekként ott nevelkedett a apánál, ugye, mint hívő gyermek, és jött a kísértés, és beesett a kísértésbe. Ki vagyok én, hogy meg tudjak állni? Egy ember nem tudok megállni, csak a Szent Szellem erejével. A bemerítkezés is így tud megállni a bemerítkező, hogy a Szent Szellem erejével. Szükség arra, hogy hát a Szent Szellemmel teljesen be legyenek töltekedve. Hallottuk ugye az apukáját, hogy járt itt is, ott is, és ugye már nem látod az apukáját. Láss a szellemben, de neked is látod. Én nagyon jó ismertem, azt mondta nekem neki apukája, nekem meg azt mondta, hadd legyek lelki apukám. És ez elrakszik szívem, de most nem azért mondom. Tudjátok, ennek az egy embernek olyan híre volt, hogy elmagyarázott, sok mindent megosztott, de a fülemmel, amikor kimegyek Ukránba, egy nagyon-nagyon híres nevezetű, Zergely, nem mondom tovább a neveket, mindenütt ismerik, és tört utakat, és alakítunk gyülekezeteket. Törni kell utakat, és alakítani gyülekezeteket. Hát most nincs itt az apuka. De nem is látod, ugye? Isten sem látod, de mégis itt van. Ha megnézzük, aki ismeri az apukáját, itt az apukájának a gyümölcse. Ugyanolyan, ugyanúgy beszél, ugyanolyan erővel, ugyanolyan bölcsessége, ugyanolyan hatalommal. De hát az Isten ajándéka folyamatban van az életünkben. Amikor hűség látszik az életedben, akkor az Istennek a magja kiterje. Ezt akarja Isten. Igen ám, sokféleképpen lehet jönni Istennek a jelenlétében. Ha lejárt, akkor meg is állom, mert nem nézem az időt. Ugye, mikor ott volt Nikodémus, Izraelnek tanítója volt, és azt mondta neki, mivel hogy hétakokkal fedem ki a falakat, hogy te nem tudod, hogy hát hogyan kell visszaösszelentő újjászületni? Hát volt szó erről, hogy nem láthatod meg Isten országát, ha nem születel szellemtől és visszaösszel, még akkor, hogy a Szent Szellem megérített, és ha nem vagyok el a Szent Szellemnek, megállt az élet, a hit élet, és telve kell lennem a Szent Szellem erejével, hogy az Istennek a hatalma működjön az életemben, mert Jézus Krisztus azért jött, hogy tehát neked örök életed legyen, azért áldozta fel magát, hogy neked életed legyen, és ezért lehetsz itt vele megyünk kegyelem által. Másképpen nem lett a világ azt akar, hogy te meghalljál, a világ azt akar, hogy hát megöljön, a világ azt akar, hogy tönkret legyen, a világ azt akar, hogy bánat legyen az életedben, a világ azt akar, hogy fájdalom legyen. Tudod, most az utolsó alkalomban, amikor úgy van, hogy na most itt vége, de nincs vége, tudod, de egy olyan, az orvos egy gyógyszer, és egy olyan szó gyógyszert, ami levasította a szívemet, és nem tudtam, hogy mi az, és én szégyeltem magát, pedig Amerikában tanult mindenhol, és mi történt? El kellett venni azt a gyógyszert, mert levasította a szívet. Nem akarták elhinni, hogy hát 34 volt a szívverés, de legyen áldott az Úrnak a neve, itt vagyok, és nem lenne erőm, de van erőm a názareti Jézus Krisztusban. És ez nem elég, hogy tudom, hogy van Isten, nem elég, hogy szeret Isten, hanem az, hogy felismerem Istennek a kegyelmét, a hatalmát. És jól vagyok, élek, és nekem örök életem van, akár élünk, akár halunk. Örök életem van. Nem félek a haláltól, se semmit, nem kell meghalni, mert én az Úr és elvisztem. Megőrül Istenünk, családod a legyen. Nikodémus nem értettem. Meg kell érteni, testvére, hogy nem
tud bejutni Isten országába, ha nem meríted. Mert az a boldog ember, aki szomja hozza, és éhet Isten igazságát. Többet kívánok Jézustól, többet az ő erejéből. Még egyetlen egy gondolatot. Ugye nagyon fontos, mikor ott van Nahamán, egy nagy büszke ember, mert jól volt az Zákeusnak. Az is egy büszke ember volt. De az Isten szelleme megérítette, mert az Isten beszéde szellemésére. Itt van a hatalom az Isten beszédében. Szellemésére! Na ez a tiéd. Igyel kegyelem általad. Ez nagyon kell, hogy nyitott szívele találjon a mai napon, hogy meggyógyuljon a lelked, amit most Dániel mondott, én az este ugyanezt éreztem. Hogy nagyon kell imádkozni a gyülekezetért, mert azért, hogy megerősödjön, nem arra van, hogy nincs itt, távol azért. Nem arra van, hogy nincs itt, hogy meg nem gyógyul. De nagyon fontos, hogy Istennek a ereje meggyógyítsa teljesen a lelkünket. Ugye mikor ott voltak a tanítványok, bemerítkeztek, mégis azt mondta Jézus, maradjatok Jeruzsálembe, az a gyatya elküldje a mennyi erő. És ha mennyi erő nincs az életünkben, lehetetlen hitben megállni egy ilyen nehézséget között. Mikor én most oda megyen, nem akarom röviden, meg akar gyógyulni, ki nem akarja az örök életet? Mindjárt akarjuk az örök életet, csak az, amit Isten mond, azt nem akarjuk odaadni éppen. Az énemet nem akarom odaadni Istennek, és amíg az énemet nem adom oda Istennek, addig nem jön a szabadulás, nem jön a gyógyulás, nem jön a Szent Szellem ereje, nem tudok igazán örülni. Miért? Mert nincs itt, ami vigasztalni tudjon és örülni tudjak, mert a Szent Szellem által tudok örülni, a Szent Szellem által tudok vigasztalni, mindent a Szent Szellem által tudok cselekedni a Jézus nevében. És Nikodémus vagy Nahamának meg kellett érteni, hogy bele kell menni a vízbe, pedig ő egy nagyon nagy ember volt, nagy úr volt, de földúr volt, de annál nagyobb van itt. Jézus Krisztus a mindenható itt van, aki meg akarja gyógyítani a te lelkedet, meg akarja erősíteni a lelkedet, meg akar olyan dolgoktól szabadítani, ami akadályoz a hit életedet. Milyen csodálatos Isten kegyelm által. Tudod, amikor bemegyek a kórházba, akkor ugye mindig van egy, hogy maradni kell. Hát mit akar az orvos? Azt mondja, hát ne legyen gyülekezet, ne legyek az alkalomban, pedig én ott erősödök, mert ott érzem jól magamat. És akkor ráírja mindjárt, hogy a saját felelősségére. És ugye, hogyha azt érted, orvosilag, hát nem lehet ilyet tenni. De nem félek, mert Isten vele. Engedelmes vagyok az orvosnak is, amikor megteszem. De egyfőleg nem teszek meg, azt mondja, amennyire lehet, Isten akarom szolgálni, és nekem is szükség van az erőre, veled együtt. És a mai nap Isten kegyelm által, ha úgy érzed a szívedbe, akkor hozz egy döntést, és hidd által a Szent Szellem által, hogy én meg akarok gyógyulni, szellemileg és testileg. Szeretnék én is nagyon szolgálni tovább, de bezárom bizonyságtételemet. És nagyon kívánom, hogy Istennek a szellemével tudjunk hazamenni teljes szabadsággal, szép-szép minden, de úgy menjünk haza, hogy egy felejthetetlen öröm legyen számunkra. Isten áldjon benneteket! Nagyon szépen köszönjük a szolgálatot! Nagyon szépen köszönjük a szolgálatot, a szolgálatát, a dicsőítést, és nagyon szépen köszönjük minden szolgálatot, bizonságtételt, hiszen az Úr ezen a mai délelőttön délután üzent, ami számunkra. Én is meg, én tudjátok, én hajnalban megébredtem, és mondtam, hogy Uram, adj nekem egy igét, amivel köszönthetem én is a bemerítkezőket. Uram, egy olyan igét, tusakodtam az éjszaka, tudjátok, megmondom nektek az őszintét, én az az igazság, hogy ilyenkor szinte nem is nagyon tudok aludni. Amikor egy ilyen alkalomra készülök, nem nagyon tudok aludni, izgatott vagyok a szívem, hogy Uram, hiszem, hogy megáldasz bennünket, hiszem, hogy áldott alkalmunk lesz, és mondtam, imádkoztam, hogy Uram, adj nekem egy olyan igét, amivel én is köszönhetem a bemerítkezőket, és hogy az a szívükbe maradjon az az ige, nem fogok szolgálni, csak egyetlen két ige verszakot szeretnék felolvasni a bemerítkezők számára, és hiszem, hogy a ti számotokra is. Isten igéjét a Máté evangéliumából olvasom, Máté evangéliuma 5:13-as ige verszak, így szól Isten igéje. Ti vagytok a föld savai, ti vagytok a világ világossága. Nem rejthetitek el a hegyen épített várost.
gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a vék alá tenék, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, hogy fém legyék, akik a házban vannak. Úgy fém legyék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Azt mondja Isten igéje, ti vagytok a föld savai. Ti vagytok a föld savai. Mennyire szükség van a sóra? Mennyire szükségünk van az egész világnak? Mennyire szüksége van a hétköznap a sóra? Ugye só nélkül az ember szinte nem tudna létesülni. Tudjátok, azt mondja Isten igéje, hogy sóvárogva várják az Isten fiainak a megjelenését. Ti az Isten fiai vagytok, ti vagytok a föld savai. Úgy fém legyék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a mi mennyei atyánkat. Ti vagytok a világ világossága. Kelj fel, világosodjál! Mert eljött a te világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámad. Az Úr dicsősége rajtad megláttatik. Mennyire fontos, hogy a hétköznapi napjainkban meg kell, hogy látszadjék az Úr dicsősége a mi életünkben. Meg kell, hogy látszadjék bemerítkező testvérek, akik befogtok itt merítkezni. Meg kell, hogy lássák majd az életeteken, hogy igen, ti Isten gyermekei vagytok, hogy ti az Úr fiai vagytok. Hogy ti újjá születtetek, hogy a régiek elmúltak az életünkbe, és újjá lett minden. Ti vagytok a világ világossága. Úgy fém legyék a ti világosságotok, hogy lássák az emberek a jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a mi mennyei atyánkat. Testvérek, úgy fém legyék a mi világosságunk. Úgy fém legyék ebbe a sötét, jelen való világba. Úgy fém legyék a te világosságod, hogy lássák az emberek, hogy te az Isten fia vagy. És dicsőítsék a mi mennyei atyánkat. Én kívánom, hogy valójában sók legyünk, fények legyünk, hogy világítsunk, hogy az Isten dicsősége meglátszadjék a mi életünkbe és a ti életetekben. Amen. Amen. Gyertek el a mennyekhez, itt van még a túl, a vacsora felszerítve, Mónika, így szól Isten igéje hozzád. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kérését. Hiszed-e, hogy Jézus Krisztus az élő Isten fia, és a te személyes megváltó? Hiszem. Bemerítelek tégedet,
Jézus Krisztus parancsolatára, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. János így szól Isten igéje, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataikat a Krisztus Jézusban. Hiszed-e, hogy Jézus Krisztus az élő Isten fia és a te személyes megváltod? Hiszem. Bemerítelek tégedet a Jézus Krisztus parancsolatára, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Erik így szól Isten igéje, ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, hanem szabályszerűen küzd. Hiszed, hogy Jézus Krisztus az élő Isten fia és a te személyes megváltó? Hiszen. Bemerítelek tégedet a Jézus Krisztus parancsolatára, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Halleluja! Így szól Isten igéje. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés. A régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Hiszed-e, hogy Jézus Krisztus az élő Isten fia és a te személyes megváltó? Hiszem és vallom. Bemerítelek tégedet a Jézus Krisztus parancsolatára, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Halleluja! Mi szívünk, Úr Jézus, ezért a mai délelőtti, a délutánért. Köszönöm, Uram, az újonnan születetteket, Uram, akik, Uram, újjá születhettek, Uram, te benned. Kérlek, Uram, hogy tartsd meg őket, őrizd meg őket, Atyám, a te nevednek a dicsőségedre. Áldott legyen, Urunk, a te neved, most és mindörökké. Amen.
Kérlek benneteket, hogy álljatok fel ti is, és fogunk imádkozni a bemerítkezőkért, akik most bemerítkeztek, akik újjászülettek, és megálljuk őket, hogy Isten szelleme töltse be az ő életüket, hogy Isten szent szelleme kísérje őket továbbra az életük útján, és hogy kérlek benneteket is, mint ahogy mondja is Isten igéje, hogy ti pedig királyi nemzetség, szent papság, megtartásra való népek vagytok, hogy ti is imádkozzatok, majd ti is nyújtsátok ki a kezeteket feléjük, és hogy így áldjuk meg őket. Édesatyám, hálás az én szívem a házas párért. Köszönöm, Uram, az ő életüket. Köszönöm, Úr Jézus, hogy Uram, te benned, Uram, új életet kezdhettek, Úr Jézus, és köszönöm, hogy újjá születhettek, Úr Jézus, te benned, Uram, a te nevednek a dicsőségére. Kérlek, Uram, hogy továbbra is, Uram, te őrizd meg őket. Kérlek, Uram, hogy áld meg őket. Köszönöm, Uram, hogy a ti igéd azt mondja, hogy akit mi megáldunk, áldottak azok az emberek. Köszönöm, Atyám, hogy így megáldhatom őket, Atyám, a te nevednek a dicsőségedre. Legyetek áldottak, Isten szelleme töltsön be bennetek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében most és mindörökké. Amen. Édesatyám, hálás az én szívem, az én testvéremért. Köszönöm, Uram, az ő életét. Köszönöm, Uram, hogy jót terveztél, Uram, az ő élete felől, Uram. Kérlek, Atyám, a Jézus nevében. Kérlek, Atyám, hogy őrizd meg, Uram, az ő életét. Köszönöm, Uram, hogy te vagy az, Uram, aki fogod az ő kezét, Uram. Te fogod vezetni, Uram, az ő élete napjaiban, Istenem, hogy Uram, te benned tudja élni az ő életét, Atyám, a Jézus nevében. Köszönöm, Uram, hogy kérhetem, Uram, adj neki bölcsességet, adj neki értelmet, Uram, még jobban, Atyám, a te nevednek a dicsőséged, a te drága szellemedet, Atyám, legyél áldott az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében most és mindörökké. Amen. Édesatyám, hálás az én szívem Ernőért. Köszönöm az ő életét. Köszönöm, Úr Jézus, hogy Uram, jót terveztél az ő élete felől. Köszönöm, Uram, hogy kiválasztottad, Uram. Nevén szólítottad, Uram. Köszönöm, hogy a tied, Atyám, a te nevednek a dicsőségedre. És köszönöm, Úr Jézus, hogy a te szellemeddel, Uram, te betöltöd, Uram, az ő életét, Uram. Köszönöm, Uram, hogy ő a hátralévő életét, Uram, te benned fogja, Uram, élni, Atyám. Kérlek, Atyám, hogy hadd lehessen só, hadd lehessen fény, Atyám, ebben a jelen való világban, Atyám, a te nevednek a dicsőségedre. Megáldunk tégedet az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében most és mindörökké. Amen. Most pedig, mint ahogy mondtuk is, fogunk imádkozni testvérekért, hogy akik szeretnétek, hogy imádkozzunk, értetek, Dániel testvér, akik szeretnétek az, hogy ne talán úgy érzed, hogy ma te még nem látnád meg a fehér ruhás sereget, amit hallottatok. Ma van rá lehetőséged. Ma van rá lehetőség, hogy te is felkiálts, mint Bartimeusz. Dávidnak fia, könyörülj rajta. Ma még van rá lehetőséged, hogy kiálts fel az Úrhoz. A holnap már nem biztos a számodra, a számomra. Azt mondja Isten igéje, választotok addig, míg tart a ma, hogy ki a te szíved, Ura. Ma van rá lehetőséged, hogy felkiálts. Úr Jézus, nyisd meg az én szemeimet. Uram, nyisd meg az én szemeimet, Uram, hogy lássam, Uram, a te akaratodat. Hogy Uram, lássam, hogy te jót terveztél az én életem felől. Ma, ha ne talán úgy vagy így, hogy ma ne talán úgy érzed, hogy a gonosz elködösített, elhomályosított. Az Úr ma megnyissa a te szemedet is. Ő nem ment el Bartimeusz mellett sem. Ő nem megy el te mellett sem, csak ma kiálts fel a szívedbe.
Úr Jézus, könyörülj rajtam. Uram, akarok látni. Uram, akarok hallani. Uram, akarom látni a te dicsőségedet, a te szeretetedet, Uram, a te oltalmad az én életemben. A dicsőítés után, ha valakiért kell imádkozni, gyertek elő bármilyen problémával. Az Úr ma hív téged, vár téged. Ő szeret téged nagyon. Itt van és hív téged. Ezt mondták a tanítványok Bartimeusnak. 2000 évvel ezelőtt. Ma itt Turicsén, Bakis imaházba ugyanúgy elvonul az Úr Jézus a Szentlélek által. Nem látjuk őt fizikailag, nem tudjuk megfogni, csak érezzük a szívünknek, hogy az Úr itt elvonul közöttünk, a sorok között. Ugyanezt a lehetőséget megadja neked is az Úr. Jöhetsz hozzá, Uram, én ott vagyok. Uram, én bűnös vagyok. Uram, én nem azon az úton járok, amint kéne, és így el fogok kározni. Ezekért jött az Úr. A betegekért, a kárhozat felül igyekvőkért, hogy őket, ő rajtuk könyörüljön. És ha így érzed, akkor most jöhetsz az Úr elé. Ennek a mostani igének csak a refrén, vagy az éneknek csak a refrénjét szépen halkan énekeljétek el. És aki kijön, azokért fogunk imádkozni. Nem hívunk senkit kétszer, nem fogunk senkit erőltetni. Akinek megérett a szívébe, úgyis jön. Bartimeus nem kellett erőltetni, mentél magától is, alig várta, hogy menjen. Úgyhogy ha megérett a szívedbe, akkor te se vállalkozzál, gyere. Ha meg nem érett meg, akkor nagyon sajnálok. Tehát nem fog még egyszer senkit hívni. Most az ének alatt lehet előrejönni. Csak a refrényt halkan. Csak. Tessék előrejönni. Ha van még valaki, aki az Úrnak át akarja adni a szívét, tessék előrébb jönni. Van-e még valaki? Ott hátul a folyosón nincs senki. Imádkozunk értetek. Te is jöttél? Jó. Akkor köszönjük szépen. Nem ismételjük, mondtam, ha valakit mégis indít az Úr, tessék jönni, senkit nem fogunk elküldeni, még lehet jönni. Kérem, hogy aki az Úr Jézus szereti a szívébe fogadni, nem ismernek mindannyiótokat, az nyújtsa fel a kezét, aki az Úr Jézus a szívébe szeretné fogadni. Hát lehet, hogy vannak itt már korábban megtértek. Hát egy, kettő, tehát aki még nem tért meg. Aki még nem tért meg az Úr Jézushoz. Olyan. Te vagy az? Te vagy az. Akkor egyedül egy emberünk van, ugye? Jó, van. Akkor előbb érte, jó? Ne engeditek. Utána a többiek egy picit esik, hát jó, gyere ide, hogy kinek keresztül. Meg becsukjuk a szemünket a gyülekezet, és imádkozunk Lászlóért. Köszönjük, hogy a bűnösökért jöttél. Köszönjük, hogy a betegekért jöttél. Köszönjük, hogy a vakokért jöttél, Úr Jézus. Köszönjük, hogy szent lelked által ma is itt vagy a gyülekezetben. És te Algás Lászlót is ismered. Hiszem, Uram, hogy nem véletlen szólítottad meg. Légy kegyelmes hozzá, Uram, hogy Bartimeus módjára le tudja venni a felső ruháját, hogy meg tudjon alázkodni a te színed előtt, Uram, mert az összetört szívet te nem veted meg, azt mondtad. Gyógyítsd meg, Uram. Szabadítsd meg a bűneitől. Légy kegyelmes hozzá, költözd be a szívébe. Köszönöm, Uram, hogy ezt a csodát csak és kizárólag te tudod elvégezni. Mert te vagy az út, amelyben nincs másik út, nincs másik ajtó.
amin keresztül be lehetne jutni. Uram, Algács Lászlónak is add meg ezt a drága keskeny utat és ezt az egyetlen kaput, aki te magad vagy Jézus, be tudjon menni a te országodba. Köszönöm, hogy meghallgatsz. Kérlek, írd fel a nevét az életkönyvébe, neved dicsőségére. Amen. Többi testvérünkkel is imádkozunk, jól? De nem egyenként, most egyszerre fogunk imádkozni mindenkinek. Mi tudjátok, hogy miért jöttetek ide. Mondjátok csendben magatokba az Úrnak, hogy Uram, miért jöttem ide. Mondjátok el. Betegség van, bűn van, engedetlenség van, mi van? Mondjátok csendben magatok, jó? Úr Jézus Krisztus, látod az én testvéreimet, akik kijöttek ide imádságra, Uram, mert szükségük van rád. Uram, ahogy Bartimeusnak is szüksége volt, mert beteg volt, és lehet, hogy akik itt vannak, azok valamelyek betegek a közülük, van, aki kötelékben szenved, vagy bűnben szenved, vagy könyörületet, irgalmat kérte tőled. Légy kegyelmes, Uram, megszabadítani, légy kegyelmes, meggyógyítani, légy kegyelmes, Uram, őket megújítani te benned, Uram, hogy ne legyenek ők elvetettek, hanem a szövetség gyermekeiként, hadd tudjanak a te szolgáidként élni a jövőben. Hisszük, Uram, és megdorgáljuk a sátának minden munkáját az ő életükben, légy kegyelmes, hogy szót fogadjanak neked, hogy örök életük legyen, és gazdagodjanak te benned a te lelked által. Jézus nevéért, Atyám. Amen. Amen. Kérünk egy befejező éneket, és a befejező ének után pedig két testvért szeretnék megkérni, hogy imádkozzon. Megkérlek, Sanyikám, hogy gyere te is ide előre, és majd Árpád bátyát. A dicsőítés után megkérem majd Árpád bátyát és Sanyi testvéremet, hogy adjon hálát az Úrnak ezért a mai délelőtti és délutáni alkalomért. Kérünk egy dicsőítést, és utána megkérünk, hogy gyere. Ezt az áldozatot, hogy szóltál bennünket a kedvedet. Uram, nem bírjuk neked meghálálni, megköszönni ezt a drága kegyelmet, Uram. Hogy a kegyelmetbe fogadtál bennünket, Uram. Drága Jézusunk, kérlek továbbra is, maradj velünk, Atyám, a Jézusunk, a kamunkban. Uram, köszönöm neked, Dániel testvér. Hogy itt van közöttük a kettőt, feleségével eltett a gyermekével. Uram, köszönjük, hogy itt van közöttük, és megálltuk őt, az egész családnak, az Atyának, a Fiúnak, a Szentlélek Istennek nevébe. Uram, áldott legyen éte a drága szent nevet, Uram, hogy elébéd vihetem a megtérőket, Uram. Fogadtad te kegyelmedbe, Jézus. Kérlek téged, a továbbra is megyél velünk, Atyám,
nem ereztünk el, úgy Jézusok, míg meg nem áldott bennünket, Atyám, hogy Jézus Krisztus hatalmas nevében. Uram, áldott legyen itt a drága szentelet. Köszönöm neked én is, Uram, hogy itt lehetek, és a te drága kegyelmedet megtapasztalom minden nap, Uram, hogy velem vagy, Uram. És Uram, miben is találhatnám meg én az örömömet, hogy te benne tudj tégedet szolgáljanak, életem végéig, drága Istenem. Ehhez kérem a te segítségedet, hogy segítség nekem, hogy minden alkalmon ott tudjak lenni, és hálát adni neked, Uram, ezért a drága kegyelemét, ami itt van közöttünk. Köszönjük neked, Jézus, hogy itt van. Mert megáldott bennünket, Atyám, a Jézus Krisztus nevében. Uram, köszönjük neked, hogy te itt vársz bennünket az út végén, Uram, hogy találkozhassunk veled, Atyám, a Jézus Krisztus hatalmas nevében. Nem akarunk veled úgy találkozni, Jézus, hogy azt mondd nekünk, hogy távozz tőlem, mert nem ismerlek, hanem Uram, úgy akarunk veled találkozni, azt mondd nekünk, Jézus, gyertek én áldottani, gyertek én áldottani, örököljétek ezt az országot, amit fenntartunk nektek, ahol az angyalok be se tekintettek, azt az országot nekünk adott, Jézus, nekünk. Az ilyen bűnösöknek, Uram, mint mi vagyunk. Uram, köszönöm neked, Uram, hogy én is majd ott állhatok előtted a te drága kegyelmeddel, hogy Uram, megköszönöm neked ezt a 84 évet, Jézusom. Köszönöm neked, Uram, hogy megálltál égémet, Atyám, a Jézus Krisztus hatalmas nevében. Legyetek áldott az Atyának, a Fiúnak, a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Köszönjük neked, drága mennyi Atyám, ezt a drága kegyelmet és lehetőséget az Úr Jézus Krisztus nevében összegyűlhetünk, és hálát adhatunk mindazért a drága kegyelemért, amely mindnyájunkat részesítettél, elhívtál bennünket, és elpecsételtél lelkednek hatalmával abba a csodálatos országba, amiben elhívtál bennünk. Köszönjük Dániel testvér által hozott drága üzenetet is, amely eljutott a mi szívünkhöz, felébresztett és megújította a mi lelkünket, a mi szívünket. Köszönjük, hogy szólt a fehér ruhásokhoz is. Köszönjük, hogy te munkálkodol az ő szívükben, mindnyájunk szívében. Te hatalmasabb vagy minden szívnél. Istenünk, köszönjük ezt neked, és hálásak vagyunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy itt lehetünk, és állhatjuk, és magasztalhatjuk a nevedet, drága Istenünk. Köszönjük azt a drága lelket, amivel most elpecsételed a fehér ruhásokat, és adjál erőt, és kitartást, és hűséget, Úr Jézus, hogy életük végéig kitartsanak melletted. Áldunk ezért most és mindörökké. Amen. Amen. Halleluja. Végezetül pedig szeretném megköszönni mindazoknak a testvéreknek, akik eljöttetek, hogy egy szívvel, egy lélekkel dicsérjük és magasztaljuk az Urat. Nagyon szépen köszönjük Kőszegi Dániának a szolgálatát, a velérkezett testvéreknek a bizonságtételüket, mindenkinek, akik szolgáltatok, dicsértük és magasztaltuk az élő Isten. Nagyon szépen köszönjük Csabának is a fáradozását, hogy fáradozott itt köztünk. Nagyon szépen köszönjük a szakácsoknak, amit készítettek ebédet, amit majd most fogunk elfogyasztani, és mindazoknak, akik valamilyen fáradtságot fáradoztatok ezért is, hogy itt ez a bemerítkezés létrejöhessen, az Úr Jézus áldjon meg és őrizzen meg mindenkit. Isten szeretete, Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket, a gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Az Úr Jézus a miénk, jövel Uram Jézus, tisztíts meg bennünket.